A harmadik nemzetközi tornász Grand Prix nyújtón arany, míg korláton ezüstérmet szerzett Vecsernyés Dávid, ezzel ő lett a mezőny legsikeresebb magyar tornásza. Ha ezt hozzáveszük, hogy nemrég nyújtón országos bajnok lett, korláton pedig bronzérmes, és ennek köszönhetően Tokióba utazhatott a válogatottal, kijelenthetjük, hogy pályafutása eddigi legsikeresebb éve a mostani. Aminek még nincs vége, hiszen a hétvégén indul a mesterfokú szerenkénti döntő Békés Csabán, ahol Vecsernyés nyújtón, korláton és gyűrűn is szerepel. Nagyon elégedett vagyok, mivel tudtam azt teljesen, hogy kitűztem magam elé. Úgy gondolom, hogy ez az év volt teljesen a legsikeresebb. Volt az univerzál, de a világbajnokság és a magyar versenyek. Most nyújtó lovon és gyűrűn kerültem be. Mindenképpen a nyújtót meg szeretném nyerni, lovon pedig valamilyen dobogós helyezést elérni. Gyűrűn annyira nem várok eredményt, mert úgy kerültem be, hogy lemondták a gyűrűt, és akkor én voltam a tartalék. Egyáltalán nem izgulok, kicsit fáradt vagyok, de majd megpróbálok központosítani. A mesterfokú bajnokság lebonyolítási rendje miatt szombaton és vasárnap is bemutatózik a Rábalux Bercsényi DS-e tornásza. Az újabb két nap versenyzést viszont egyáltalán nem bánja, mint mondta, szeretné feltenni idei teljesítményére a koronát.